tisztelt pedagógusok, kedves gyerekek! Öröm számomra, hogy az elkövetkezendő napokban sokszor találkozni fogunk itt az iskolában. Mert ezt a hetet arra szántuk, hogy a pedagógusaink, az itt tanuló gyerekek még többet megtudjanak múltunkról, szokásainkról. A nagyvázsonyi roma nemzetiségű önkormányzat együttműködve a Fekete Sereg Ifjúság Egyesülettel színes programot szervezett, ahol nem csupán új ismereteket nyújtunk, hanem vidám, játékos elfoglaltságban is része lesz annak, aki ezeken részt vesz. Fontos jobban megismerni egymást. Más csoportok kultúráját, értékeit. Ez abban segít, hogy tiszteljük és becsüljük egymást. Nagy izgalommal készültünk erre a hétre. Köszönöm mindazoknak, akik az előkészítésben és a programban, program megvalósításában közreműködnek. Kérlek benneteket, vegyetek részt a programjainkon, és biztos vagyok abban, hogy ez a néhány nap a jövőben kellemesen még marad mindenki számára. Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntöm a rendezvény iránt érdeklődőket. Részese lehettem annak a pillanatnak, amikor Évában megfogalmazódott ennek a roma bemutatkozásnak a gondolata, én pedig bátorítottam és megerősítettem ennek fontosságában. Reggel, amikor beléptem ide a terembe, úgy éreztem magam, mint egy elvarázsolt kastélyban lennék. Elvarázsolódva csodálkoztam arra a sok szépségre, amit itt láttam. Tudtam, hogy érdemes volt együtt gondolkodnunk ezen a téren is. Az iskolában különböző családokból kerülnek a gyerekek, ezekben a családokban mások a szokások, mások az értékek, másképp gondolkodnak bizonyos dolgokról, sokszínűségüket a gyerekek magukban hozzák. Nekünk, pedagógusoknak ismernünk kell tanítványainkat, hogy segíteni tudjuk beilleszkedésüket, iskolai életüket, hogy konfliktusaikat hatékonyan kezelhessük. Ez a hét jó alkalom, hogy betekintést nyerhessünk tanárok és gyerekek egyaránt a romák életébe, szokásaiba, útjába és jelenébe. Én egy idézettel szeretném kezdeni, Teréz anyától választottam ezt az idézetet. Én meg tudom tenni azt, amit te nem. Te olyat tudsz tenni, mondani, amit én nem. Együtt nagy dolgokat tudunk végezni. És azt gondolom, hogy ez a mai nap is erről szól, hogy a kisebbségi önkormányzat, az iskola, egy civil szervezet, hogy néha együtt valamit elkezdünk, akkor abból valamit szerintem értéket tudunk teremteni. És ez az első alkalom, hogy egy ilyen lehetőséget kapott a nagyvázsonyi kisebbségi önkormány, az iskola, meg a Fekete Sereg is, hogy itt az intézményben egy ilyen hetet szervezünk. És ez egy nagyon nagy dolog, én nem tudom hány iskolában Veszprém megyében ilyen roman, cigány, kisebbségi hét, szerintem ezzel is egy jó példát tudunk mutatni, akár a megyében, de lehet, hogy az országban is, más intézményeknek. Úgyhogy én kívánom azt, hogy gyertek minél többen gyerekek, meg akár pedagógusok is, meg mi is önkéntességként fogunk lenni, hogy élvezzük ezt a hetet, hiszen a lehetőség adott, használjuk ki együtt, és azt kell, hogy legyenek hagyománya, hogy ez ismétlődjön. Annyi végre van, gondoljunk el.